Sziasztok! Az előző videóban, aminek a linkjét ide kirakom, a harcsa pergetésről, zavaros vízben való harcsa pergetésről volt szó, amiben több apró részletre kaptam kérdést, mind a videó alatt, mind egyéb helyeken. Erre próbálok most válaszolni. Ez az egyik nagyon-nagyon fontos kérdés szerintem maga a harcsázó előke készítése. Na most, hogyha elkészültünk egy ilyen általam is használt és sokak által használt harcsázó előkét, mint volt ezen az orsón is, csak gyorsan ezt elnyisszantom. Szóval, akkor akár tényleg volt, hogy 2 évig használtam ezt az előkét. Nem az előkével volt a probléma, nem az miatt cseréltem le, hanem gondoljátok el, hogy mindig ugyanolyan zászlót használunk, mondjuk egy ilyen 10 centin belül, és az minden dobásnál mindig feszül, mindig ugyanott, egy picit megkapik jobban, és hát természetesen előbb-utóbb ott kiszálasodik a zsinór, bármilyen zsinór legyen az, ennyi dobás, tehát több ezer dobásnál azért az a kopás fellép, mondjuk ha egy autót veszünk, ott is fellépnek kopások, hiába van olajozva, itt meg mondjuk a víz a kenőanyagunk, de akkor is fellép kopás, tehát több ezer dobásnál elkezd kopni ez a szakasz, és hát muszáj vagyunk lecserélni, de nem az miatt, mert rossz lenne az előkénk, ugyanis az nagyon-nagyon kiváló. Én nagyon meg vagyok, és ahogy hallom, nagyon sokan elégedve vele, azonban nem mindenki tudja annak a kötését, úgyhogy ezt nézzük el ezt meg, hogy hogy lehet egy ilyen zsinort, előkét megkötni. Itt az orsó egyik nagyon fontos, ami kell hozzá, ez egy zsinórvágó olló. A másik nagyon fontos, egy körszövött zsinór, amely most egy kós bréd. Ezt majd a folyamatában látjátok, hogy miért szükséges ez. Kell egy pillanatragasztó, aminek nagyon-nagyon fontos, hogy folyékony legyen, nem pedig gél alapotú. Ezt is majd elmondom menet közben. Illetve, hát nem ez a célna kell, hanem ez csak funkcionál arra, hogy otthonról elcseltem, és itt van benne az a tű, ami nekem szükséges. No, akkor nézzük meg ezt a kötést. Tehát itt van a zsinórunk, itt van a kezembe, lehet, hogy ezt a fehér papírlapot, hogyha mögé teszem, lehet, hogy majd jobban látszik, talán. Így van. Az első, hát igazán macerás dolog az az, hogy ezt a zsinórt ennek a tűnek a fokán át fűzzük, úgymond. Azért is macerás a dolog, mert egyrészt olyan fokának kell lenni ennek a tűnek, amin át kell fűznünk a zsinót, amin azért látjátok, hogy azért viszonylag azért könnyen átfér. Azonban ennek a tűnek megfelelően vékonynak is kell lenni ahhoz, hogy végig tudjuk vezetni majd ebbe az előkébe. Tehát itt a zsinórunk, hát ez egy piszokerős 46-os zsinór, úgyhogy ezzel probléma nem lesz. És akkor elkezdjük, ugye, majd innen jön a főzsinórunk, és akkor a végén bevezetjük ezt a tűt. Itt szokott lenni macerás, hogy ha nagyon eltaláljuk, akkor ezt gyönyörűen végig lehet vezetni, de látjátok, hogy már másik oldalán vagyok, remélem látszik a kamera képén, de akkor már kivezetődik, tehát hogyha eltévesztem ezt a részt, akkor problémás lehet, ezért érdemes ezt megfeszíteni. Szóval egy hosszú macerás művetet következik, épp ezért nagyon jó ez, hogy nem kell sokszor kötni,
És hát ha az éjszakában valami mallőr történik, és mégis valami miatt sérül valahol a zsinórunk, nem így szokott sérülni egyébként, ez is elárulom, és elszakad a főzsinór, akkor elveszítjük ezzel az előkét, akkor soha nem szoktam megkötni úgymond újra ezt az előkét, hanem akkor csak egy végfület kötök, vagy egy notak-notot használok. Azonban nagy részt, hogyha tényleg komolyan harcsázni szárom a fejemet, akkor viszont használom ezt a nagyszerű kötést. Tehát ezt így egy ilyen jó 10 perces művelettel, mint elmondottam, megoldom, hogy szépen végigvezetem, tehát most így szemléltetésképpen eddig eljutottam, aztán most ugrunk egy picit szerintem az időbe. Most végre sikerült tökéletesen belejutnom a központjába a zsinórnak, és látjátok, hogy ilyenkor hihetetlen gyorsan lehet eddig haladni, ilyenkor óvatosan vissza kell helyezni. Tehát, hogyha nagyon eltaláljuk és nagyon jó bűvöljük a dolgokat, akkor könnyedén fog menni, de ha egyszer elrontjuk, ez egy nagyon macerás dolog, akkor idejük adunk ki. De most megint sikerült bele raknom, és látjátok, ilyenkor már gyönyörűen halad végig, gyorsan, és már is közeledünk ahhoz a mérethez, ami nekünk majd szükséges. Ez a méret igazán két dolog határozza meg ezt a méretet. Az egyik az, hogy milyen hosszú előkét szeretnénk, a másik az, hogy nagyjából mekkora méretű csalit használunk, tehát mekkora végfülünk kell, hogy át tudjuk bújtatni ezen a csalin. Hogyha úgy jó eltaláltam, de nem akarom elszólni. Nézzétek meg, hogy ha jól működik a dolog, akkor ennyi. Tehát körülbelül én már ennyi előkével megelégszek. Most következik az a rész, ami a fület öleli fel, tehát én kb. Egy ekkora fület szoktam hagyni. Vagyis még akkor az a lényeg, hogy azért egy picit feszüljön ez a zsinór, és akkor, hogyha egyenes és nagyon picit feszül, akkor gyönyörűen lehet ezt a kós Monster Braid-be. Látjátok, de kár, hogy régen nem volt ilyen zsinór egyébként, komolyan mondom. Sokkal macerásabb volt sokszor, hogy megoldjuk ezt a dolgot, de hopp, itt most már túl bátor voltam. Vissza kell találnom a közepébe, de hogyha figyelek, akkor sikerülni fog. Na nézzük, leellenőrzem a hosszt, hogyha megnézem, hogy ez a hossz, meg ez a fül, én szerintem jó lesz. Na, ilyenkor történik ez, hogy itt szépen kivezetem. Ezzel meg is van határozva az, hogy milyen hosszú lesz az előkénk. Itt már nincs mese. Nincs visszaút. Látjátok. Ekkor ezzel a szuper zsinórfágóval szépen elnyisszantjuk. Hagyunk egy ilyen kb. Ennyi hosszat még. Na. Ekkor megnézzük, hogy ez a fül, ami a kezemben van, szerintem most ezt így már elveszem, lehet, hogy így jobban fog látszani ez a barna zsinór. Tehát ez a fül akkora legyen, hogy a legnagyobb méretű csalit is át tudjuk majd dugni rajta, tehát a csőrén áthúzzuk, át tudjuk húzni. Én kb. Ez a, akár az 5 ujjam is azért nem kis kezem van, de a 4 ujjam, ilyen látjátok, lazán menjen. És akkor ahol fogom, ott elkezdem szívatni magam, ha úgy tetszik, és újra belevezetem a közepébe a
zsinórom mellett, szépen megpróbálom megtalálni azt a pontot, ahol megvan a közepe, és ha megvan, akkor kicsit ráfeszítek, mint mondottam, fontos ez a feszítés. Ha nem egyenesen van, akkor sokkal nehezebb belevezetni. Így. Na, még egy kicsit feszítünk rajta. Talán így jó lesz. Szóval. Illetve még az is fontos, hogy forgassátok körbe, mert megesik az is, hogy a túloldalon kijön a hegye, és csak így forgatjátok körbe-körbe. Én így ezt, hogyha ez a tűhosszúságukban sikerül végigvezetnem, akkor rendben vagyok. Na, ekkor kell nagyon figyelni, mert ilyenkor majd feszesre kell húznom ezt a részt. Le is húzom, és mutatom, hogy miről van szó. Tehát itt ne lazán legyen. Ehhez ugye egyrészt ezen még feszítenem kell visszafelé. Látjátok? Így. Szépen lehet húzni. Ügyesen. Sőt, ki is húzom azt a plusz szárat is, szerintem addig feszítem a dolgokat, ha sikerül. Vagy azt húzom csak ki. Ez az. Na. Megvan ez a vég. Itt a fülem, műle. És ilyenkor meg kell úgy igazgatni, hogy ez a két zsinór, úgymond, ami alatta van, meg ami átvezetődik, ez egyforma hosszú legyen. Ezt érzése kell tenni, és akkor elméletileg meg is van a fülünk. Na, de hát ez még kevés. Na, ilyenkor szoktam még ezt a tükköt bevetni, hogy itt, ahol kijött, vagyis nem itt, hanem visszább, újra visszavezetem. Itt már nem sokat, egy picit belevezetek, áthúzom újra. Keresem azt a fület, ami így, ha még nem bízok magamba, akkor még megteszem ezt még egyszer, de ez általában elég szokott lenni. Na, egy macera megvan. Úgy van, tehát elméletileg megvan az a fülünk, de most még problémás, mert hát ha ezt meghúzom, akkor ez csúszik rajta természetesen. Na, ezt kell még rögzítenünk. És itt jön egy hihetetlen macera még, hogy ne olyan egyszerű legyen ez a kötés. Ezt is be át kell fűznünk a tűfokán. Ezt a nagyon vastag zsinót remélem sikerülni fog. És hogyha megvan, akkor ezt is bele kell, ezt csak simán bele kell vezetni, nem kell ott jobbra-balra átvarrogatni, de úgy látom, már ma megfelelő tűt hoztam. Úgyhogy ez a kós zsinórhoz van egy ilyen fűzőtű, amit felülről elkezdünk belevezetni, egy 2 centivel magasabban, és ott, ahol a
főzsinórunk belemegy, pont ott ki is vezetjük. Megvan, szépen megigazítjuk. A fölösleges előkes szálat úgymond belefűzzük, és hát ezt áthúzzuk az egészen. Levesszük, megkeressük a megfelelő szálat, ugye, amit amelyiknek vége is van, úgymond, azt áthúzzuk, és szépen megigazgatjuk ezt a fület, és picit ilyenkor visszahúzom, fogom a zsinórvágóollót, és akkor ezt a fölösleges részt, ezt lenyisszantom. Megfeszítem, és akkor szépen elbújik ez a vég, és már is úgymond készen van az előkék. Szóval ezzel a zsinórhoz kapott tűvel megoldottam a feladatot, és így már elméletileg készen van. Egy dolog van még hátra, ezt fixálni kell. Ha nagyon akarom, akkor még a úszók rögzítésére használatos kis kötést rögzítem itt ezen a ponton, illetve ezen a ponton. De egyébként ez a pillanatszagasztó, ami, mint mondottam, fontos, hogy folyékony legyen, tökéletesen megteszi a dolgát. Lényeg, hogy ez úgymond átázzon, és akkor egy ilyen jó 5 centi hosszan én ezt meg szoktam ragasztani, de még itt, ezen a fül részen, még itt is megszoktam, tehát hogy biztos, hogy ne csúszson ki. Addig, amíg ez a oda-vissza kötésünk megvan, szépen végigfolyatom kicsit. Hagyom, hogy megszáradjon. Mivel pillanatragasztó, így tényleg pillanatok alatt ez meg fog ragadni. És ennyi a történet, készen is van a bivajerős harcsázó előkénk. Annyi a dolgunk, hogy a csalinak az orrában, mivel azért harcsázni nem apró wobblereket használunk, azért nagy részt, főleg, hogyha nagy harcsára pályázunk, akkor átfűzzük az orrán, átbújtatjuk a csalin, és akkor bele van hurkolva. Ez egy tényleg olyan biztos előke, ami hát valahol majd erre a semmibe fog szakadni a zsinór. Ez persze lehet bosszantó is, de a harcsa vesztés ez miatt biztos, hogy nem fog lenni. Ennyi lett volna a mai úgymond kicsi szösszenetű. Köszönöm szépen, hogy ismét velem tartottatok. Találkozzunk azért jövő héten szerdán, hiszen akkor is érdekességekkel érkezek hozzátok. Sziasztok! Na, még egy próba. Basszus. Ezt a innenit. Mert ez tényleg nagyon jó.